Szagot fogott a NAV cigarettakereső kutyája, ennél a csempészésre kialakított kocsinál. Bőven volt mit találnia, a megye egyik illegális cigi kereskedőjére csaptak le az egyenruhások a kommandósokkal karöltve. Az orgazda lakásán tartott házkutatáson nem csak füstölnivaló került elő, ebben a szépben például nagy mennyiségű készpénzt találtak. A pénzügyi nyomozók, illetve a NAV bevetési egységének munkatársai a cigarettakereső kutya segítségével megtalált mintegy 40 ezer doboz cigarettán túl 15 millió forint értékben készpénzt, különböző aranyékszereket, valamint a cigaretta szállítására használt gépjárművet is lefoglalták. A speciális egység jelenlétére ezúttal is azért volt szükség, mert ilyenkor minimálisra csökken annak a kockázata, hogy a házkutatás helyszínén, illetve a házkutatás környékén élők, valamint az eljáró pénzügyőrök élete, testi épsége veszélybe kerüljön. Kötegekbe rendezik a 20 000-eseket a nyomozók a többi lefoglalt tárgy mellé az asztalra. Nem játszottak kicsiben az ezeket megszerzők. Azért a többes szám, mivel a NAV-osok célkeresztjébe két ember került. A nyomozók az ügyben egy férfit, illetve egy kettős ukrán-magyar állampolgárságú nőt hallgattak ki gyanúsítottként költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Abban az esetben, hogyha bebizonyosodik a bűnösségük, akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. A NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága tavaly egyébként több mint 450-szer nyomozott dohánytermékekkel kapcsolatos bűncselekményekben, és összesen több mint 700 000 doboz cigarettát foglalt le 1 milliárd forintot is meghaladó értékben.